Köszöntöm nézőinket Soltész Miklóssal, az egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára. Beszélgetünk itt Pécsett a megújult Léna Óházban. Hát én azt hiszem, öröm volt ide most belépni, és hát tudtuk, láttuk, milyen állapotban volt ez az épület, most pedig egy megújult új központja lesz a németségnek. Ezen az átadón, ezen a hivatalos megnyitón volt itt államtitkár úr. Hogy értékeli ezt a helyzetet, hogy tetszik önnek ez a ház most? Először is jó napot kívánok természetesen. Szép napot, én is üdvözlöm a nézőket, és köszönöm szépen a lehetőséget. Én onnan kezdeném, hogy megérdemelte a hazai magyarországi német közösség itt Pécsett ezt az építkezés, beruházást, és mondhatni azt is, hogy ez az egyesület maga ezzel a házzal szimbolikus értékű is. Ugyanis akkor alakultak, amikor még dübörgött a kommunizmus. És olyan sokan mondják, hogy a 80-as évek közepe vége fele lehetett tudni, hogy vége lesz. Azért aki megélte azt a néhány évet, arra emlékszik, vagy emlékeznünk kell arra, hogy voltak olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy minden visszafordul. Voltak olyan évek, amikor úgy tűnt, hogy nem lesz ennek a kommunizmusnak, csak olyan egyszerűen vége, pláne nem békességesen. És ezért azt gondolom, hogy igenis nagy bátorság volt, nagyon szép vállalás volt az itteni németségnek ez a döntése, hogy a sok-sok gúnyolás, a sok-sok támadás, az előzetés, a háttérbe szorítás, amelyet kénytelenek voltak megélni a kommunizmus alatt, mindezek ellenére merték vállalni, hogy alapítanak egy egyesületet, elindítják a közösség érdekében ezt a tevékenységüket, és én azt gondolom, hogy pontosan ezért köszönjük meg a támogatáson keresztül ennek a közösségnek ezt a törekvését azzal, hogy ez a szimbolikus, de gyönyörű, szép és nagyon nagy épület itt Pécsett megújulhatott, és valóban szolgálhatja, főleg a német nemzetiséget, de én azt gondolom, hogy másokat is adott esetben szükség van rá. Egyfajta példakép is lehet akkor ez a ház, ez az egyesület, ez az összefogás, és hát a baranyai németséget nézzük, azért jól látható, hogy milyen jól szervezettek, mennyi egyesületük van, mennyi programjuk van, és hát a televíziónkban rendszeresen beszámolunk ezekről. Mennyire látja biztosítottnak ezt a hátteret, amit kapnak ezek a német szervezetek, vagy a német nemzetiségi szervezetek? Hogyha messzebbre mehetek Európába, akkor nekem mindig vannak kétségeim. És az mindenképp elkeserítő dolog, hogy bármilyen területen felvetjük az európai kisebbséget, mi Magyarországon nemzetiségnek mondjuk, ami egy kicsit azért fölemel a kisebbségi szóhasználat fölé, de hogyha innen nézzük, akkor szomorú a helyzet. Mert bármikor az ő életüket felvetjük, az ő élethelyzetükről beszélünk, akkor azt lesöprik az asztalról. Azzal nem törődnek, pedig mégiscsak több tízmillió embernek az életét kellene valamilyen módon támogatni, segíteni. Pontosan azért, mert hogyha ők elvesznek, hogyha ők teljes mértékben beolvadnak egy-egy nemzetnek a társadalmába, ország társadalmába, akkor kulturálisan leszünk szegényebbek, nyelvében lesz szegényebb az európai közösség. És mi ezt felismertük Magyarországon, azt gondolom, hogy elmúlt évtizedekben, és az elmúlt, azt kell mondanom, 14 évben kormány részéről pedig teljes mértékben, teljes mellszélességgel kiállunk amellett, hogy a nemzetiségek megmaradását kultúrájukban, nyelvükben, zenében, hitükben, minden tekintetben támogassuk. Látni kell nyilván a nehézségeket, tehát nem szabad szönyeg alá söpörni a problémákat se. Például a nyelvesztésnek azt a formáját, hogy otthoni közegben szinte már egyre kevesebben beszélnek nemzetiségi anyanyelvükön, legyen az szerb, horvát, német, vagy szlovák, vagy bármilyen más. Én magam jó 40 évvel ezelőtt a budai sváb falvakban
még bőven találkoztam olyan asszonyokkal, olyan emberekkel, akik még az utcán is adott esetben egymással németül, svábul beszéltek. Ma már sajnos ez nem tapasztalható, de ha ezt felismerjük és látjuk ennek a hiányát, akkor azt kell megnézni, hogy mi az, amivel mégiscsak meg tudjuk őrizni a hagyományt, és meg tudjuk őrizni a közösséget, és ebben több láb is van, ha szabad ezt a szó használatot, vagy szófordulatot mondani. Az egyik nyilván az a oktatás nevelés, a másik a kultúra, a harmadik így, hogy talán a nemzetiségi, közösségi élet, amiben benne van a nemzetiségek önkormányzatisága és a civil szervezeteik is, és a negyedik közé szoktam sorolni az egyházi hitéletnek a kérdését is, és hogyha ezt a négy területet támogatjuk, és következetesen fordulunk feléjük, és a kéréseikkel meg ők a kormány fele, akkor én azt gondolom, hogy a nemzetiségeknek a jövője Magyarországon nem, tehát ezzel nem lesz gond, és meg a megmaradás biztosítva lesz. Biztos, hogy nem ugyanabban a formában, mint mondjuk 40, 50 vagy 100 évvel ezelőtt, de a hagyomány, a nyelv, a sok-sok szépség, amit ők teremtettek, az meg fog maradni. Igen, utalt itt a ünnepi beszédében is arra, hogy hát a idősebb nemzedékkel sajnos sok minden eltűnik, akár a nemzetiségek életében is, mindennapjaiban is. Viszont ha egy picit áttérhetünk arra az új ciklus, ami most kezdődik a nemzetiségi önkormányzatoknál is, most alakulnak ezek az országban, ez egyfajta új kezdet is ilyenkor, hogy látja ezeknek az önkormányzatoknak a szerepét, jelentőségét, illetve mennyire jó a helyzet olyan szempontból, hogy mindenki képviselve van. Néhány nemzetiségnek az alakuló ülésén ott lehettem, rövidebb, hosszabb ideig, és tervezem is, hogy még megyek közéjük. Emberek vagyunk, tehát ezt ki kell mondani. Tehát ahogy egy baráti közösségben is vannak viták, ahogy egy családban is vannak viták és nézetkülönbségek, ahogy egy országon belül települések között is vannak adott esetben feszültségek, tehát valahol hagyományosan valahol csak úgy kitalálják. Ugyanígy megvan ez a nemzetiségeken belül is. Én ezt sok helyen érzékelem az országban, és ez egy teljesen érthető dolog, mert nyilván máshogy gondolja valaki akár a kultúra megközelítését, az oktatás nevelésnek és a civil szervezeteknek a megközelítését, vagy az egész önkormányzatiságot. Én mindenkit arra bíztatok és bíztattam eddig is, hogy az, hogy vita van, az önmagában nem baj, az előre is vihet. A partalan vitának nincs értelme, és ami átcsapadott esetben gyűlölködésbe vagy olyan szintre, amikor már nem is beszélnek egymással nemzetiségen belüli vezetők, meghatározó személyiségek, az nagyon nagy baj, mert az olyan szintig elmérgesíti a kapcsolatot, ami egyébként kihat az egész nemzetiségre, és bizonyos szempontból kihat a kormány és az adott nemzetiség közötti kapcsolatra. Most példaként, vagy rossz példaként, remélem, hogy ez nem folytatódik, ez a szokás, de mondjuk, hogyha a roma nemzetiséget nézzük, akik addig vitatkoztak egymással, míg szószólót sem tudtak a magyar parlamentbe küldeni ebben a ciklusban, miközben a lehetőségük megvolt, miközben a szószólóknak a jelenléte kiemelten fontos a Magyarország gyűlésben. És hogyha idáig fajul egy közösségen belüli vita, hogy még ezt se tudja megoldani, akkor tulajdonképp azt kockáztatja, hogy nem tudja képviselni azt, amit igazából szeretne, magyarán azokat az embereket, akik megbízták őt a képviselettel, a hatalommal. És ezért mondom mindenkinek, hogy mi azokkal a nemzetiségekkel tudunk nagyszerűen együtt dolgozni, és erre nagyon jó példa pont a németség, hogyha itt vagyunk Baranya vagy Tolna vármegyében, ugyanígy a szerbek, a horvátok, nagyszerű példa volt erre, hiszen az elmúlt évtizedek során nagyon szépen tudtak együtt működni, egymással is, és velünk is, mint kormánnyal, vagy pedig a helyi közhatalommal. És ilyenkor
újulnak meg ezek a házak. Ilyenkor épül iskola, vagy újul meg iskola épület, és ilyenkor tudjuk a civil szervezeteket támogatni. Azok, akik valamilyen oknál fogva összevesznek, nem tudnak elszámolni, nem tudnak a saját dolgaikra koncentrálni, hát ott bűnkövetnek el saját nemzetiségükkel, közösségükkel szemben. Ha már konfliktus, és itt visszatérve a németségre, említette a német nagykövet asszonyt, aki a német egység ünnepségén ugyebár egy kicsit, hogy is mondjam, odaszólt Magyarországnak, odaszólt a helyi politikának, politikai szereplőknek, egy kicsit talán beavatkozva a belügyekbe, szóval nem volt egy szép gesztus ez. Hogy értékeli ezt? Én onnan közelítem meg ezt a felfogást, amit a német nagykövet asszony tett, hogy mégiscsak az Európai Unió egyenragú tagjai vagyunk. És nem számít az, hogy van néhány milliós kis ország, van 10 milliós kisebb, de mégis már a közepes országokhoz köthető ország, mint Magyarország, és vannak nagy országok, mint Franciaország, Olaszország, Németország. De az Európai Unió alapelve az, hogy közösen gondolkozunk dolgokról, de tiszteletben tartjuk minden országnak a belügyeit és a belső életét. És mindezt három keresztény demokrata politikus tette le annak idején, még az 1950-es években azért ennek az alapjait, uniónak az alapjait, mert nem akartak visszatérni abba a korszakban, amikor nagyhatalmak tönkre tudtak tenni milliók és milliók életét, át tudták rendezni a térképet, és a gazdaságilag szét tudták verni háborúkon keresztül ezt a gyönyörű földrészt, ráadásul milliók és milliók pusztultak el. És ezért utasítjuk vissza minden egyes beavatkozást a mi belügyeinkbe, legyen az nagyobb ország, vagy még nagyobb ország, mert mi a saját életünket fogjuk, és, vagy szeretnénk, és fogjuk is élni. És nekünk is volna véleményünk Németországon belül. Volna ötletünk. Ráadásul azokat az ötleteket, amiket mondanánk, azokat most vesznek ész, vagy most veszik észre a német emberek, hogy milyen hibát követtek el az elmúlt egy évtizedben az ottani vezetők, és hogyan alakul át a német társadalom. De mi nem akarjuk magyarok megmondani, hogy ne csináljátok ezt, maximum mintát tudunk adni. De nagyon megkérjük a német vezetőket, akiknek egyébként azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ez hattyúdala, tehát ennek a nagykövet asszonynak is hattyúdala lesz, hiszen ingatag a pozíciójuk, hogy ne szóljanak bele a mi nemzetünknek az életébe, sokkal inkább, hogyha ők szeretnének velünk együttműködést, pláne a német egység napján, pláne az egység napján, akkor olyanokban gondolkozzon, hogy hogy lehetne az ehhez hasonló, mint a Linau háznak az építése, berendezése és sok minden másnak a segítése, hogy tudjuk ezt közösen megvalósítani. Erre jó példa, hogy a magyar kormány 750 millió forintból támogatta ezt a beruházást, de a berendezés, ami minket körülvesz, azt a német belügyminisztérium támogatta. Ez a jó együttműködés, és nem amikor megmondjuk, hogy ki mit csináljon, merre menjen. Még egyszer mondom, mi is tudnánk ötleteket adni Németországnak, elég méltatlan lenne részünkre. Így van, és hát hogyha csak az EU-s döntéshozatalt nézzük, amikor már olyanokat lebegtetnek, hogy ki szavazhat, ki nem szavazhat, elveszik a szavazati jogot, tehát így eléggé rossz fele fordultak a dolgok, viszont vannak olyan területek, és visszatér megint Magyarországra, ahol igazán jó látni, hogy van előrelépés, és akkor most itt egy napra utalok, amit itt szokás megtartani Pécset, a nemzetiségek napját, ugyebár 9 nemzetiségi önkormányzat működik itt Pécset, és ők mutatkoznak be, ilyenkor mutatják meg magukat, és az ukránokkal beszélgettem, nekik is van itt önkormányzatok, hogy annyira örültek, hogy most iskola nyílt Budapesten, és ez is a magyar kormánynak a tette, és hát például az ilyen segítségek, az ilyen együttműködések teszik tényleg szebbé a mindennapjainkat. Mit gondol erről? Még ha megengedi meg az előző gondolatmenetre, azért a baranyai, tolnai, vármegyeiek nagyon jól, vagy egyre többször tapasztalják azt, hogy német nyugdíjasok költöznek a falvakba. Így van. Vajon miért? Igen. Talán azért, mert nyugalom van. Talán azért, mert
azt az életvitelt, amit ott megszoktak Németországban, valamilyen oknál fogva most már bizonytalannak látják, és nem látják biztosnak az ő életükben. Míg Magyarországot, amit minden fórumon próbálnak sárba tiporni és lenyomni, érdekes módon mégiscsak azt mondják, hogy azt az országot választják, ezt ide költöznek, és ez nem kis dolog, mert aki 60-65-70 éves korában teljesen új életet kezd, azt nagyon jól tudjuk a szüleink, nagyszüleink révén is, hogy ez egy mekkora áldozatvállalás, mekkora nagy dolog. Na, visszatérve. Ja, és csak egy kiegészítés akkor még ehhez, hogy azért a finnek is jönnek hollandok is. Szóval azért hát nem csak a németek. Most már nem emlékszem, Maranya vagy Tolna vármegyében voltunk egy óvodai átadáson néhány hónappal ezelőtt, és ott a két tanár is német volt, és ők átköltöztek, ők nem csak ilyen cserekapcsolat révén kerültek ide, hanem úgy gondolták, vagy nevelő, úgy gondolták, hogy itt élik fiatalon az életüket. Szóval én azért visszavenném a német nagykövet asszony helyébe, az agarakat visszahúznám, kicsit langsam spazieren, ahogy szokták mondani. A kérdésére, másik részére visszatérve, az teljesen természetes nekünk most már, szóval olyan, mint hogy levegőt veszünk, hogy Pécset, Budapesten, Pilisvörösváron, de szerte az országban bárhol a többi nemzetiségeknek is az iskoláikat vagy óvodáikat támogatjuk, és ez nem csak arra fókuszál, hogy mondjuk a pedagógusok meg a fenntartás ugyanúgy megkapja a támogatást, mint akár egyházi iskolák, akár pedig a állami önkormányzati iskolák, hanem a felújításokra is. És ilyen tekintetben azt kell mondani, hogy nemzetiségi iskolák kiemelt lehetőséggel bírnak, mert külön nemzetiségi támogatáson keresztül rengeteg kis és nagy felújítást tudtunk megvalósítani, illetve újakat építeni. De az ukrán önkormányzat eddig, ukrán nemzetiség, miután az egyik legkisebbek közé tartozott Magyarországon, őnekik nem volt igényük és lehetőségük sem, mert szétszórva éltek Magyarországon, és kevesen is, hogy iskolát tartsanak fönn, tehát intézmény fenntartóvá váljanak. Most ez a szörnyűséges és borzalmas háború hozta azt a élethelyzetet, hogy az Ukrajnából elmenekült, tehát nem magyarországi nemzetiségi ukrajnának, szóval ezért ezt nagyon jól meg kell különböztetni. De a Ukrajnából elmenekült családoknak többnyire asszonyok és nagyszülők a gyermekeikkel. Hála Istennek vannak férfiak is köztük, de kisebb létszámon, és az ő gyerekeiknek az iskoláztatásával segítünk be. Ez szerintem fontos hangsúlyozni, hogy bár ezt az iskolát az országos önkormányzat, ukrán önkormányzat tartja fönn, ő neki biztosítottuk a lehetőséget, de ez, még egyszer hangsúlyozom, meg kell különböztetni mondjuk a Koch Valériától, mondjuk a Pilis-Vörösvári iskolától, vagy pedig a szombathelyi horvát iskolától. Ez nem ugyanaz. Tehát ilyen nem ugyanaz abban a tekintetben, hogy nem mint az őshonos nemzetiségeknek, hanem most a Magyarországra menekült ukránoknak az iskolát és ukrán gyerekeknek az iskoláztatását szolgálja és segíti. Egyébként azért ezt érdemes kihangsúlyozni, hogy amikor kitört most már lassan 1000 napja a háború, akkor rengetegen jöttek segíteni a határmenti segítségpontokhoz az ország minden tájáról is, és innen is. És ezt utólag is szeretném megköszönni, hogy amikor az a hatalmas tömeg ránk zúdult, akkor tényleg az önkéntesek, a karitatív szervezetek és nyilván a hivatásos szervek, rendőrség és másoknak a segítségével egy olyan rendezett segítségnyújtást tudtunk adni, amely akkor Lengyelországtól egészen Moldováig, Moldáviáig egy
kiemelkedő példát adott ezeknek az országoknak, mert ott minden volt, csak szervezettség nem. És ez köszönhető volt, még egyszer hangsúlyozom, annak is, hogy nagyon sok olyan önkéntes jött, akik több napot vagy hetet is arra fordítottak, hogy segítsenek a bajba jutottakon. De nekünk a feladatunk továbbra is, azt nem győzzük mondani, hogy az a pusztítás, ami most van, a két nemzet között is történik, amelyet ráadásul kívülről gerjesztenek is szomorú módon, az sehova nem vezet. Körbe kell menni a Baranyai, Tolnai, vagy a Somogyi, vagy bármilyen falvakon. Körbe kell menni Székelyföldön és Erdélyben is a magyar lakta vidékeken, vagy a templomokban, vagy valamelyik főtéren, kiemelt helyen, ott vannak a felsorolva első és második világháborús emlékműveken az elhunyt fiatalok. Azok, akik hiányoznak a nemzet testéből most, mert a gyerekeik, unokáik nem tudtak megszületni. Az ő szenvedésük és pusztulásuk, mondhatni azt, hogy értelmetlen volt, mert akkor is a nagyhatalmak belesodortak minket egy olyan, vagy két olyan szörnyűséges háborúba, ami sehol nem vezetett. És sajnos ezt látjuk most is, és ezért van az, hogy a magyar kormány minden egyes fórumon megragadja azt a lehetőséget, hogy a béke mellett álljunk ki, hogy tárgyaljunk a béke érdekében is. Sokszor olyan nemtelen támadás ér minket, akár a miniszterelnököt is, ahelyett, hogy arra figyelne föl, akár mondjuk a magyarországi ellenzék is, de akár sok-sok külföldi velünk szembeforduló vezető, hogy mutassanak már olyan vezetőt, akinek a telefonját fölveszi a kínai elnök, fölveszi az orosz elnök, az ukrán, a török, és fölveszi a volt amerikai elnök is azért, hogy a békéről tárgyalhasson. És egy hét alatt egy olyan béke missziót közvetít, amit szerintem az ENSZ-nek a főtitkárának kellett volna megtennie, vagy az Európai Unió nagy vezetőinek kellett volna, nagy országainak a vezetőinek kellett volna megtenni. Tehát kicsit azt a tiszteletet, ha megkapnánk ezért a béketörekvésért, az nem mondom, hogy jól esne, de mégiscsak az számítana egy kicsit, és én azért optimista vagyok, látva a mostani legalábbis orosz-ukrán háború kapcsán megjelenő nyilatkozatokat, hogy remélhetőleg észreveszik, hogy ha tovább fegyverzik a ukránokat, ha az oroszokat tovább fegyverzik mások, akkor az jóra nem vezet, és az további pusztuláshoz vezet, pláne, hogyha ki is terjed ez az őrület, de a béke vágya és a békességnek a terjesztése az pedig sokkal erősebb kell, hogy legyen mindennél. Igen, hát és pont azért hoztam fel ezt az iskola történetet is, hogy hát Magyarország így segít. Így is. Nagyon sok is hálva segítünk az ukrán menekülteknek, akik között állítom, hogy rengeteg orosz anyanyelvű is van. Igazából nehéz megkülönböztetni sokszor őket, és persze teljesen természetesen segítünk a kárpátai magyaroknak, akiknek a tragédiája külön. Hát, hogy mondjam, misét érdemelni ilyen tekintetben, hiszen az idősek és az asszonyok sokszor otthon maradnak, a fiatalok elmenekülnek, a férfiak elmenekülnek, mert teljesen jogosan azt mondják, hogy ez nem az ő háborújuk. És kevés olyan nemzet van, talán a románok, talán a lengyelek, szlovákok, akiknek a fiai már meghaltak ebbe a háborúba, csak azért, mert az ő nemzet részeik ott élnek Ukrajnában, besorozták őket, elvitték őket a frontra, majd akár hadifogolyként, akár pedig hát súlyos sérülként, ne adja Isten, pedig hát halottként tekinthetünk most már csak rájuk, és ilyen szempontból azt kell mondani, hogy Magyarország is, magyar nemzet is részes ennek a szörnyűségnek. Így van, és hát egy kicsit visszatérve a segítségre, azért egyházi szervezetek is bekapcsolódtak ebbe, és egy picit, hogyha szabad az egyházi kapcsolatokra áttérni, mert azért gondoltam, hogy ezt elő kéne hozni, mert baloldalról nagyon ugranak mindenféle olyan hírre, ami az egyházon belüli konfliktusra vagy botrányra reagálni kell, akkor ők egyből ezt megszellőztetik, meg sokáig fenntartják és viszik be a köztudatba. Viszont azt tudom, hogy ez az egyház magánügye, viszont azok a kapcsolatok, amiket az állammal ápolnak az egyházak, azok
programokról mit lehet elmondani? Hogy érzi államtitkár úr, mennyire rendezettek, jók ezek a kapcsolatok? Szerintem érdemes beszélni nyugodtan a kényes és nehéz kérdésekről is, azért, mert ki kell mondani, hogy azért, mert van egy egyházi tanítás, vagy az egyházaknak van egy tanítás, és az nyilván többnyire erkölcsi kérdésekre vonatkozik, az nem azt jelenti és feltételezi, hogy az egyházakban élő emberek legyenek azok hivatásos, tehát mondjuk a papok és lelkészek, vagy pedig bármilyen más egyházi vezetők, vagy pedig a laikusok, akik egyházban élnek, azok ne lennének bűnösök. Tehát nem mondta ki soha senki azt, hogy az egyház és a benne élő személyek büntelenek. Ez évezredek óta így van. És senki nem mondja azt, hogy amikor az egyházak erkölcsi kérdésekben megszólalnak, az nem jelenti azt, hogy az egyházon belül ugyanazok az erkölcsi problémák és nehézségek, bűnök, mondjuk ki, ne lennének jelen. Ezeket helyre kell tenni, és szerintem nagyon fontos, hogy akik egyházban élünk, azok is ezzel szembesüljenek, és saját maguk előtt ezt tisztázzák, de azok is, akik az egyházakkal szimpatizálnak, de adott esetben nem hívők, és azok is, akik megtámadják. És hogyha akik egyházakban élnek, azoknak példát, érdemes példákat elővenni az egyház történelemből, akár az Ószövetségben a zsidóság történelemben, például mondjuk Dávid királynak a története, hát hogy kezdte a királyságát? Hát legnagyobb bűnben elküldte azt annak a hölgynek a férjét a háború, a frontra, hogy halljon meg, hogy utána elszerethesse. Hát mekkora bűnnel kezdte Dávid, és mégis a zsoltárai máig is fönnmaradtak, és nem csak a zsidóság, hanem a egész keresztény közösség bármelyik felekezete imádkozza azokat a zsoltárokat, de hogyha a katolikus vagy a keresztény egyházakhoz megyünk, hát csak az apostolok mekkora bűnben voltak akkor, amikor megtagadták Jézust, elfordultak tőle, megijedtek az utolsó napok eseményekor, és mégis utána az életük milyen mértékben fordult meg, és legtöbben ugye a vértanúságot szenvedték el a hitükért és a kereszténység terjesztéséért. És ez az évszázadok során mindig is előjött, hogy rengeteg olyan szentje van a katolikus egyháznak, akiknek az élete hát nem volt szeplőtlen. Hát nem volt olyan, amire azt mondanánk, hogy hú, de büszkék lennénk, hogyha ilyen életformát élnénk. Kezdve Szent Ágostontól sok más szentig bezárólag, és mégis az életük egészen az olyan volt, ami miatt igenis példaként tekintünk rájuk. És az a feladata szerintem egyházaknak és egyházban élőknek, nem beleszólva nyilván állami oldalról, hogy azokat a bűnöket, amelyek előfordulnak, ezeket levessék, kivessék magukból, amennyire lehet. De azért az mégiscsak furcsa, hogy azok dobálják nem is a köveket, hanem sokkal inkább már sziklákat az egyházakra, akik egyébként a saját média felületükön, a saját világukban egy olyan élet szemléletet közvetítenek, amely a teremtett világtól teljesen távol áll, vagy inkább a 180 fokkal szembe fordul. Olyan életvilágot, mint ez a gender, LMBTQ próbálnak a fiataljainkra ráerőltetni, amely a mindennapokban nyilván megjelenik az egyes emberek életében, de ez nem azt jelenti, hogy őket ki kell vetni a társadalomból, de azt sem jelenti, hogy ezt kell a dobogó tetejére emelni, és a legfontosabbnak és legjobb életformának felemelni. És ezek azok a többnyire liberális baloldali média elitek, akik ilyenkor, hát mint egy sárkány, ilyen tüzes leheletet küldenek ki magukból, és akarják az egyházainkat teljesen tönkre tenni, lejáratni. Nekünk a felelősségünk az kormány és egyházak és az egyházakban élőknek, pedig az, hogy bemutassuk az egyházaknak azt a társadalmi szerepvállalását, legyen az kórházak, legyen az a szociális intézmények, idős ellátás, fogyatékosokkal az ellátás, hajléktalanoknak a segítése, gyermekvédelemben a gyermekeknek a segítése, és persze az oktatási rendszeren belül is az a fantasztikus munka, melyet akár itt Baranya vagy Tolna vármegyében is tesznek az egyházaink, gyermekeinkért, kicsikért és idősebbekért egyaránt, hogy itt mekkora
mekkora szerepe van az egyházaknak. És szerintem ez a lényeg. És én azt gondolom, hogy ha támadások érik is az egyházakat, megszokták az egyházak az elmúlt évszázadok során, volt, amikor teljesen akarták, hogy a kommunizmus alatt pusztítani mégsem sikerült. Ezek a támadások, én azt gondolom, hogy meg kell, hogy erősítsék az egyházakat és az egyházainkat abban a tekintetben, hogy ami rossz, azt vessék le magukról, ami bűn, azt vessék ki magukból, és a legfontosabbra koncentráljanak az a hit, illetve a közösségeknek a szolgálata azokon keresztül, amiket előbb felsoroltam. Így van, bár liberális oldalról azt mondják, hogy ezek mind olyan békjók, amitől meg kell szabadulni, mert az egyén egyére rátelepedek. Jó, de sose fog megszabadulni az ember, és én mindig azt szoktam mondani, aki úgy gondolja, hogy ettől meg lehet szabadulni, hogy például azok is, és ezek konkrét tények, hogy azok a nagyon nagy kommunista vezetők, állítólag Sztálin is, már bizonyítani én ezt nem tudom, de állítólag még Sztálin is utolsó percében nem Marx és Leninnek a könyveit lapozgatta, hanem valamilyen egyházi vezetőt hívott magához. Akár egy életgyónáshoz, akár csak egy biztató szóhoz, mert valamilyen módon az emberi természetben ez bele van kódolva. És én azért hiszek az utolsó pillanatban történő változásokban is, mint mondjuk a jobblator, ugye Jézus Krisztus szenvedésekor, mert igenis az emberben a jó az biztos, hogy összességében erősebb. És lehet, hogy valaki egész életében tagad valamit, lehet, hogy valaki egész életében a közösséggel szembefordulva cselekszik és teszi az életét, de én hiszem azt, hogy az utolsó pillanatban mindenkinek megadatik az, hogy kimondja a jót. És hála Istennek ezt legalábbis, ahogy hallottam másoktól, akik végigkísérnek mondjuk egy haldoklónak az utolsó óráit, perceit, nagyon sokan mindezt megteszik. Tehát ezért én ilyenre mindig legyintek, amikor liberális akárkik azt mondják, hogy na, oka fogyott az egyházak tanítása és a hit, mert nem sikerült a francia forradalomban sem kiirtani, a nagynak mondott francia forradalomban sem kiirtani az egyházakat. Kommunizmus alatt most ebben a vadliberális világban sem fog sikerülni. Én sok sikert kívánok, de sokkal inkább a nyugodt életükhöz, mint sem, hogy most arra pazarolják a napjaikat, meg a heteiket, hogy a vallásos embereket próbálják lejáratni, illetve megfordítani az ő gondolkodásokat, úgyse fog menni. Legyen ez a végszó szerintem, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Nagyon érdekes és izgalmas volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót!